A Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség 2022. március 29-én emberülés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal az 50 éves férfival szemben, aki a vád szerint 2021. január 15-én este vendégségben volt fivérénél Törökszent Miklóson. Az italozás azonban veszekedéssé, majd dulakodássá fajult kettejük között, és végül egy 12 cm penge hosszúságú késsel kétszer melbeszúrta test. Aztán felállt a fotelból, ment a Csabi felé, és közben sértegette, csúnyán beszélt neki, meg ütött felé, ami először csak ijeszgetés volt, erre Csabi is felállt, mondta neki, hogy menjen haza. De a Dezső odalépett a Csabihoz, és egyszer Csabit megütötte. Én nem figyeltem, ezért nem láttam, hogy ütötte meg. Én, ahogy láttam az ütést, kiszaladtam a szobából, a házból, és hívtam a rendőrséget. Vissza sem mertem menni a házba, nem volt bent más, csak a Csabi, a Dezső, meg a kis szobában a Laci. Elmentem az utcasarok felé, vártam a rendőröket, de egy óra múlva hazamentem. Mire hazaértem, annyit láttam, hogy kint a folyosón üvegdarabok vannak, ahogy bentebb mentem, láttam, hogy a nagyszobának az ajtóablaka van kitörve. Dezső ott állt az ajtóban, de már bent a szobában ott állt a kandalló mellett, a kezében volt egy üvegdarab, azt felemelve tartotta, rám nézett, és azt mondta, hogy nézd, mit csinált az urat, most megölöm. Dezsőnek a bal oldalon a szeme felett volt egy vérző sérülés. Csaba a szekrénynél állt szemben Dezsővel, közöttük állt Laci, Dezsővel szemben. Csabi felhúzta a pólóját és mutatta a jobb oldalát, ami nagyon vérzett, és mondta nekem, hogy megszúrt, hidd a rendőrsége. Erre én megint kiszaladtam. Dezső kijött utána, kiabált, hogy rendőrt hívtál, feljelentem. A kezében volt még az üvegdarab, azzal kiment a kapuig, az biztos, de tovább utána nem jött, én elmentem megint otthonról. Vissza sem mentem, már csak akkor, amikor a rendőrök kiértek, akkor csak azt láttam, hogy Dezső kint áll el a bilincselbe, Csabi pedig kezelik a mentősök. A szúrás csontot ért. A sértett így csupán 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. A vád szerint azonban ez csak a véletlenen múlt, könnyen életveszélyes sérülés is keletkezhetett volna.